Már harmadik hete mutat emelkedő tendenciát az influenzás esetek száma. Egyre több a beteg megyénkben is. A légúti fertőzések száma 10%-kal, míg az influenza-szerű megbetegedések száma 30%-kal nőtt egy hét alatt. A legnagyobb számban történt megbetegedés a 14 év alatti korosztályban, ez a megbetegedések számának több mint 50 a Ezt követte a serdülök fiatal felnőttek korosztálya, ahol a 30 százalék körüli volt a megbetegedések száma, és szerencsére 60 év feletti korosztályban csak 4 százalék megbetegedés volt látható. Talán ennek köszönhető, hogy a súlyos léguti betegségek kórházba kerülők száma az utóbbi három hétben egyelőre nem változott. A népegészségügyi főosztályvezető azonban hangsúlyozta, még mindig nem késő oltást kérni. A vakcina a súlyos szövődményes esetek elkerülésében játszik nagy szerepet. Nagyon fontos, hogy az a, az a ö, csoport, akik ez, ebből a szempontból nagyon veszélyeztetettek, az időskorúak, illetve a krónikus betegségben szenvedők, mindenképpen kérjék házi orvosoktól, nekik térítésmentesen jár, és még mindig, és még elérhető a házi orvosnál. Nem vagyunk ö, még elkésve ö, az influenzaoltás tekintetében, hiszen ö, kb. két hét, amíg a védel Krisztián Erika hozzátette a vakcina beadatásán túl, mindenki tehet azért, hogy megelőzze a betegséget. Gyakori kézmosással, szellőztetéssel és a zsúfolt helyek elkerülésével csökkenthető a veszély. Ha pedig valaki tüneteket észlelne magán, fontos, hogy ne menjen közösségbe. A szakemberek azt tanácsolják, pihenjen sokat a beteg, fogyasszon C, D, vitamint, valamint cinket és nyomelemeket.